Bábolnál rendezték április 2. és 5. között a gazdalovász szakirány szakma kiváló tanulója versenydöntőjét. Minden idők legsikeresebb eredményei születtek a megmérettetésen, a 14 versenyző diák közül 6 bábolnai lovasiskola tanulója volt. A petkósok taroltak, hiszen a versenyen elért teljesítményüknek köszönhetően az első 3 helyet ők szerezték meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Agrárminisztérium, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum és a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Petkó Szadnák Tibor Lovas Szakképzőiskola és Kollégium nevében sok szeretettel köszöntöm vendégeinket a 2024 évi gazdalovász szakmairány szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjének eredményhirdetésén. Ismét nagy megtiszteltetésért a Petkó Szadnák Tibor Lovas Szakképző Iskolát, itt rendezhettétek a szakma kiváló tanulója versenyt. Ez valóban egy megtiszteltetés az iskola számára, mert hogy ugye számos olyan iskola van, amelyik alkalmas arra, hogy versenyeket rendezzen. Én úgy gondolom, hogy igen, ez egy megtiszteltetés. Valójában a kamara felméri előtte való évben, hogy kik azok az iskolák, akik vállalják ezt a feladatot, és a jelentkezők közül kerül kiválasztásra az az intézmény, akit megbíznak ezzel a feladattal. És az idei évben mi voltunk a kiválasztott intézmény. Igen, és ahogy itt elhangzott, nagyon jól és zökkenőmentesen sikerült lebonyolítani, pedig azért ennyi diákot, ennyi szakembert, ennyi feladatot megoldatni diákokkal nem egyszerű feladat. Nyilván itt a ménes is azért fontos szerepet kap ebben. Igen, a Bábolna Nemzeti Ménes Birtok mindig is nagy segítségünkre van, mind az országos versenyek lebonyolítása esetében, mind ugye a mindennapi életünkben, a szakmai munka során nagy támogatást kapunk tőle. És hát megint elhoztátok a legszebb díjakat, az iskola elhozta a legszebb díjat, és ahogy megfigyeltem, a legtöbb diákot indító iskola is voltatok egyben. Valójában ez nem itt dölt el, hogy hány tanulónk vehet részt az országos döntőben. Most már ez a 2. éve, hogy elődöntővel kezdődik a verseny. Valójában a végzős tanulók számának arányában lehet nevezni tanulókat az írásbeli fordulóra, ami Gödöllön lett megrendezve még január végén. Ide 7 tanulót tudtunk delegálni. Valójában, ha jól tudom, 12 intézmény vitt tanulókat, 42 tanuló vett részt az interaktív feladaton, az elődöntőn, és a 42 tanulóból 14 tanuló juthatott az országos döntőbe, amit mi rendeztünk. Tehát valójában az elődöntőhöz nekünk semmiféle idézőjelben közünk nem volt, tehát ezt nem mi szerveztük, nem mi rendeztük, és az eredményeket is mi is csak utólag tudtuk meg. És ugye a héten került itt a döntő megrendezésre, és 6 tanulónk a 7-ből bejutott a döntőbe, ebbe a 14-es mezőnybe, úgyhogy nagy reményekkel vágtunk igen neki a döntőnek, de soha nem lehet tudni. Tehát azért az utolsó pillanatig mi is nagyon izgultunk, nagyon kiélezett volt a verseny. Az elnök úr, vizsgabizottság elnöke elmondta, hogy nem volt nagy szórás a tanulók között, tehát tized, század pontok döntötték el a helyezési sorrendeket. Hát a remények azért csak-csak valóra váltak, hiszen az első 3 hely biztos, és ott is, és lejjebb is nagyon sok helyezést értek el a diákok, tehát az a 6 diák, aki a döntőben részt vett, nekik lehet tudni, hogy mik az erősségeik, vagy hogyan működött ez? Igen, tehát 6 tanulónk vett részt a döntőn. Ugye a 14 fős mezőnyből elmondhatjuk, hogy 10 tanuló felmentést kapott a szakmai vizsga követelményei alól, mert 71% feletti eredményt produkáltak itt a versenyen. Elmondhatom büszkén, hogy valójában az összes tanulónk, aki részt vett a versenyen, tehát minden 6-an ebben a 10 fős mezőnyben vannak, tehát nekik már szakmai vizsgát nem kell tenniük. Hogy kinek mi az erőssége, illetve egy kicsit a gyengesége, én úgy gondolom, hogy a kiválasztott tanulók között sem volt nagy szórás. Tehát volt, aki kicsit ebbe volt jó, kicsit abba, de összességében mi is úgy gondolom, hogy egy egész homogén csapattal tudtunk kiállni, és hát igyekeztünk egyformán készíteni mindenkit, minden témakörben,
próbáltuk a tudásukat csiszolni és fejleszteni. Ahogy az lenni szokott, idén is taroltak a petkos diákok, és nagyon sok versenyző indult Bábolnáról ezen a versenyen. Ez azért volt, mert helyben rendezték a versenyt, vagy pedig ennek olyan oka volt, hogy különösen jó csapat gyűlt össze itt Bábolnán. Néhány éve már egy új rendszerben zajlik a legjobbak kiválasztás, aminek van egy írásbeli interaktív fordulója. És ezt az interaktív fordulót az ország minden iskolájából a tanulók legjobb 20%-a teljesítheti. És hát ebbe a megméretésbe a Bábolnáról 7-en indultunk, és a 7 tanulóból 6-an bekerültek a döntőbe, amit mi rendeztünk, és hát nagy örömünkre a végelszámolásnál az első 3 helyet is sikerült megszereznünk. Hát nyilván elégedett a felkészítő tanár, de azzal is elégedett a hány százalékos eredményt itt elértek, mert ugye itt a zsűri elnöke százalékokban fejezte ki az eredményeket. Nyilván nem lehetünk maximalisták, a vizsgadruk, a vizsgakörülmények, az izgalom, az mindig egy kicsit közrejátszik, de hála Isten az idén a mi javunkra billent a mérleg ebből a szempontból. A felkészítés az miben merült ki? Heti egy-két alkalommal esténként külön órákat adtunk a diákoknak, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati felkészítésre, úgyhogy gyakorlatilag, amikor már tudtuk a biztos eredményt, hogy 6-an bekerültek a döntőbe, akkor ők külön gyakorlati felkészítést kaptak lovaglásból, fogadhajtásból, kollégáim és jó magam is külön foglalkoztunk velük, és hát elmondhatom, hogy a lányok is mindent beletettek, apait, anyjait, nem kimélve szabad idejüket sem, hogy ezt az eredményt ma elérhessük. Itt azért kiderült, hogy ők nem csak el akarják végezni ezt az iskolát, de van elhivatottságok is? Elhivatottság nélkül ez a szakma nem megy. Tehát akiket itt látunk ma, mind a 14 versenyző, aki indult a versenyen, mindegyiket magas elhivatottság, szakmai elhivatottság jellemezte. Na hát lányok, túl vagytok a versenyzésen. Ki hogyan élte meg ezt a versenyt? Mennyivel volt ez stresszesebb, mint egyébként mondjuk az iskolában ez a felkészítés, vagy az a fajta vizsga, aminek folytán itt bekerültetek? Legalábbis én úgy gondolom, hogy a tanár úrék eléggé felkészítettek minket, és a legtöbbet megtették, hogy tényleg felkészülten indulhassunk ezen a versenyen, ezért nagyon hálásak is vagyunk. És ezért úgy az izgalom egy kicsit háttérbe szorult. A feladatok előtt egy kicsit azért remegett a lábunk, de bíztunk benne, hogy a tanárúréknak köszönhetően tényleg elegendő felkészítést kaptunk ehhez a versenyhez. Neked mi volt a legnehezebb feladat, illetve a legkönnyebb, hogy így kicsit kisarkítsuk ezt a történetet? Nekem, amit a legjobban így még élveztem is, végrehajtani, az a lovaglás gyakorlata volt, a takarmány ez egy kicsit nehezebben ment. De hogyan élted meg a felkészítési időszakot és magát a versenyt? Én a felkészítési idő alatt próbáltam a legtöbbet kihozni magamtól, és hát nagyon sokszor volt, hogy tanár úr szerintem újra akarta gondolni ezt az egészet, hogy mi ezt meg akarjuk csinálni, de összességében szerintem nagyon jól sikerült nekünk, és én is meg szeretném köszönni neki ezt a nagy munkát, amit beletett. Én próbáltam minél jobban teljesíteni, de viszont a gyakorlati vizsgánál én nagyon ráizgultam, de a legvégén azért eléggé jól sikerült szerintem kihozni belőlem a maximumot, és ennek nagyon örülök. Nálad mi volt a legnehezebb és a legkönnyebb idézőjelben feladat? Mert itt nyilván nincsenek könnyű feladatok. Nekem a fogadhajtás és a takarmányos gyakorlati feladat nehezebb volt, de a lovaglás gyakorlata és elméleti része is szerintem jól sikerült, illetve a lótenyésztés és gondozási feladatok is. Te hogyan érted meg ezeket az izgalmas napokat? Igazából elsősorban köszönöm a felkészítést tanárainknak, és ez ő nélkülük nem sikerülhetett volna. Számomra igazából így a fogadhajtás gyakorlat, ami nem volt a szívem csücske, mert nem ment, de igazából a legjobb meg a tenyésztés, ami jó volt.
Pedig a tanár úr, ha jól tudom, akkor fogadhajtó specialista, igen, úgyhogy itt azért hangsúlyos szerepet kap. Egyébként szeretnél ezzel foglalkozni például? Tehát, hogy most úgy kicsit nehezebben ment, azt mondod, hogy na hát ezt érdemes lenne megtanulni? Igazából igen, én sajnos nem két éve űzöm ezt az ágat, hanem én idén kezdtem, és ezáltal nekem nehezebb volt így megtanulni a dolgokat, de szeretném folytatni a tanulást, és igazából nagyon is érdekel a fogadhajtás. Ki hogyan folytatja a tanulmányait? Ugye itt most azért kiderült, hogy nem kell szakvizsgázni, hanem ezzel megvan az okleveletek tulajdonképpen. Ki hogyan képzeli el a jövőjét? Én a belovaglóit szeretném megcsinálni, és fiatal lovak képzésével, és egy saját lovardát üzemeltetni. Én egyetemre szeretnék menni, és lótenyésztő szakon tovább tanulni, és ezek után pedig eredményes lótenyésztő és lótartó szeretnék válni. Én a belovagló képzést szeretnék végezni szintén itt Bábolnán, aztán egyetemen is gondolkodom, de a végső tervem, hogy otthon Erdélybe végezzem ezt a szakmát. A családi vállalkozásunkban, a lovardába otthon. Ha jól emlékszem, akkor hosszú ideje bírálja már a diákokat hasonló versenyeken. Többször készítettünk már ennek kapcsán interjút, illetve hát a bizottság tagja, aki vizsgáztatja a diákokat a szakvizsgákon is. No, mi a tapasztalata a magyarországi lótenyésztő képzéssel kapcsolatban? Köszönöm szépen. De először is annyi kis pontosítást szeretnék tenni, hogy ez a bírálat, ez semmiképpen sem lebírálat, hanem a tanulók szakmai fejlődésének a segítése. És egyébként örömmel mondhatom, hogy jó irányba halad ezen a gazda irányon belül a lovász képzési sorsa. Ugye közben jött sajnos a Covid időszak, ezt tudjuk, ez minden szakterületen éreztette a hatását, de túl vagyunk rajta. Hál' Istennek örömmel jelenthetem, hogy az idei versenyen a tanulók teljesítménye összességében megütötte, pláne az országos versenyen, hogy ez el is elvárható, bőven az ötös szintbe kategóriába esett. Úgyhogy jó úton járunk ilyen téren. A mostani bábolnai versenyen hány iskola mérettette meg diákjait? Gondolom, hogy ezek az iskolák azok, amelyek a csúcsát képezik a gazdalovász képzésnek. Igen, 14 versenyző jutott be az országos döntőbe, 41 néhány főt, tanulót neveztek az érintett iskolák, valóban országos jelentkezés volt, ahogyan korábban is szokott lenni, és volt olyan intézmény, ahonnét egy, illetve két tanuló érte el az országos döntőbe való bekerülés szintjét, de a bábolnai iskola esetében például 6 tanuló is olyan szintű előzetes teljesítményt mutatott, hogy 6-an képviselhették az intézményüket. Ez azt is jelenti, hogy a Petkó iskola tartja, sőt felülmúlja azt a teljesítményt, amit most már évtizedek óta behozott a lótenyésztés oktatásába, tehát egy magas színvonalat képvisel. Igen, láthatjuk ezt a tendenciát valóban, hogy évről évre visszaköszön az a közös munka, ami részben az iskola és a ménes közötti együttműködésnek az eredménye, hiszen valljuk be, ezen a szakterületen lóállomány nélkül nagyon nehéz eredményes szakmai munkát megvalósítani, és itt a ménesben is adottak ehhez a feltételek, és valóban az iskola meg a ménes vezetése is, ahogy én külső szemlélőként látom, törekszik a fölmerülő esetleges problémáknak a megoldására és a kölcsönös előnyök kiaknázására. Egy ilyen verseny, ami itt zajlott most Bábolnán, milyen részegységekből áll össze? Milyen szakmai részekből kell megmérettetniük magukat a diákoknak? A bekerülés feltétele, hogy ez egy központi interaktív nevezett vizsga vagy versenytevékenységből állt, ez tulajdonképpen egy elméleti jellegű megmérettetés. Itt pedig a verseny részfeladatai között szerepelt lovaglási, fogadhajtási feladat, szerepelt a lótenyésztéshez, illetve a lógondozáshoz kapcsolódó versenyfeladat megoldása, amelyek én azt gondolom elnökként nyugodtan kijelenthetem, hogy megfelelő képpen reprezentálták azt a feladatkört, amit egyébként a valóságban is egy lovásznak el kell látni. Mely feladatrészekben kiemelkedőbbek, jobbak a diákok, és mi az, amikben még sokat kell fejlődniük?
Hát ilyen tekintetben elég nagy szórás volt a tanulók között. Ugye az egyes részfeladatoknak megvoltak a legszakavatottabb ismerői és tudói. Tulajdonképpen a bírálóbizottság úgy látta és azt a tapasztalatot fogalmazta meg a küldő intézmények szaktanárai felé is, hogy lovagoljanak és hajtsanak fogatot minél többet kellő szakmai, edzői iránymutatás mellett. És egyébként az iskolákban pedig a többi leginkább lótenyésztéshez, lógondozáshoz kapcsolódó szaktudás a kollégák rendelkezésre állnak, és a gyakorlati képzés keretein belül persze ugye működik ez a duális képzési forma is, de amennyire lehet, építsenek az iskolák szakképzett, szakavatott és elhivatott tanárkollégáira, hiszen ők ezt tanulták, ezzel töltik mindennapjaikat, és a tanulók eredményein ez meglátszik, ez visszaköszön.